Fél éves pihenőkkel megszakított felkészülés követően vág neki a bajnokságnak a nyíregyházi kosársuli felnőtt csapata. Július elejé óta folyamatosan edzenek a lányok, sőt augusztusban még egy felkészülési tornát is rendezett az egyesület. A koronavírus járvány Farkasinszky Gyuláné szakmai igazgató dolgát is megnehezíti, ugyanis a középiskolás korú kosarasok közül többen is karanténba kényszerültek egy-egy osztálytárs érintettsége miatt. A keret túlnyomó többségét ennek a korosztálynak a képviselői alkotják, a legrutinosabb játékos Farkasinszky Orsolya csak végszükség esetén ölt majd szerelést. Egyre fiatalabbak vagyunk, mert az Orsit úgy gondoltuk, hogy ebbe az évben már ne versenyezzen, tehát van itt annyi edzői teendő, amit meg kell oldani, és az már nem nagyon fér bele, ettől függetlenül, hogyha olyan szituációba kerülünk, és a csapat megszólul, tehát hogy nem vagyunk elegen, akkor természetesen a csapat rendelkezésére fog állni. Van egy volt egyetemista játékosunk, aki ugyan elköltözött Gyöngyösre, de szeretne játszani, ott ő folyamatosan edz, minden pénteken bejön edzésre, és úgy fogja velünk a hétvégén a mérkőzéseket lejátszani. Na most a többiek azok ugye már, a 19 évesek azok már ugye egyetemisták lettek, és régen nem volt ilyen, de most ebben az évben azért a Nyíregyházi Egyetemre is ment tőlünk kettő leányzó is tanulni, és hál' Istennek azért két olyan tehetséges gyerekről beszélünk, mint a Karakó Dörina meg a Bíró Petra, akik ugye a csapatnak erősségei lehetnek. A zöld csoport mezőnyében több élvonalbeli együttes második csapata mellett akadémiai csapatok is szerepelnek. A nyíregyháziak szeretnék, ha a mezőny első felében lennének a tabellán a szezon végén. Én úgy gondolom, hogy az utánpótlás korú versenyzőink azért ügyesek. Tehát a kadett és a junior csapatunk is sikerült bejutni az ország legjobb 12 csapata közé. Ez azt jelenti, hogy vannak ott tehetséges játékosok. Na most én megpróbálok úgy sáfárkodni majd ezzel a két társasággal, hogy mindig az amatőr NB1-be legyen közülük 5-6 olyan játékos, aki valóban hasznára lesz a nagy csapatnak. Én úgy gondolom, hogy a középmezőny, amit az előző évben elértünk, az ebben az évben is meg lehet. Ha úgy jönnek össze a mérkőzéseink, és nem lesznek sérültjeink, akkor talán az élmezőnyben is sikerülhet beverekedni magunkat. A nyíregyházi kosársuli Kecskeméti KC mérkőzés szombaton 15 órakor kezdődik a Szent Imre Gimnázium csarnokában.